Az elmúlt 30 évben azt láttuk, hogy akár Fidesz, akár balliberális kormány volt hatalmon, döntően idegen érdekeket szolgáltak, főként a multinacionális cégeket, és nem a magyar dolgozó, a magyar munkavállaló volt az első. Egyébként meglátásunk szerint a multinacionális cégek szája íze szerint fogalmazták meg az elmúlt években a nagyport kavart, úgynevezett túlóra is. Ebből kifolyólag viszont három fő problémakör van mind a mai napig, amely orvoslásra szorul álláspontunk szerint. Az egyik, hogy európai szinten a magyar bérek nevetségesen és felháborítóan alacsonyak, a második, hogy nagyon sok munkahelyen rendkívül rossz körülmények között kell dolgoznia a magyar embereknek, nagyon sok szabálytalanság tapasztalható, általában véve a munkatörvénykönyvét nem tartják be teljes egészében. A harmadik pont pedig az, hogyha egy munkavállalót valamilyen sérelem ér, akkor nem tudja, hogy hova kell fordulnia, melyik szakszervezet elérhető számára. Az információ áramlása szándékosan van a, a föld színe alá nyomva, tulajdonképpen, hogy így fogalmazzak. És most már így a harmadik pont után érdemes rátérni a szakszervezetiség kérdésére is. Az előbb, mint kifejtettem, a Fidesz, teljes mértékben hiány van a szociális érzékenységnek, az ő bátyám rendszere ezt az egész kérdést nem tudja értelmezni, éppen ezért az elmúlt 12 évben gyakorlatilag megnyírbálták a szakszervezeti jogokat, így ők nem érdekeltek ebben, ahogy egyébként a már a vadkapitalistává vedlet baloldal sem. Bizonyos szakszervezeti vezetőknél viszont azt láthattuk az elmúlt években, akár évtizedekben is, hogy a politikai orientáció, a baloldalon való beágyazottság sajnos néha fontosabb, mint a szakmai alapú, politikai meggyőződéstől független munkavállalói érdekképviselet. A mi hazánk mozgalom viszont egy merőben új irányt akar szabni a munkavállalói érdekképviseletnek. Innen a parlament elől üzenjük tisztán, őszintén, Valamennyi magyar munkavállalónak, szellemi dolgozónak, kétkezi munkásnak, szakszervezeti tagnak, szakszervezeti vezetőnek, hogy mi nem azt várjuk el, hogy ők mindenben egyetértsenek a mi hazánk mozgalommal. Mi egyébként is egy különleges politikai képletet jelenítünk meg a palettán azzal a hozzáállásunkkal, hogy nem azt nézzük, hogy mi a párt érdeke, hanem egy javaslatról megvizsgáljuk, hogy az jó -e ennek a nemzetnek, vagy pedig nem jó. És a munkavállaló érdekképviseletben meggyőződésünk szerint nincs helye a politikai preferenciáknak, ahogy egyébként egy munkahelyi közösségben, vagy akár egy szakszervezeti tagságban is rendkívül sokrétű lehet a, a, meggyőződésbeli paletta, tehát sokan más gondolhatnak a világról, a politikáról, de ott és akkor ez nem fontos. Akkor mi a fontos, ugye merülhetne föl a kérdés? Az a fontos, hogy a szakszervezet kellő érvényel tudja képviselni a magyar munkavállalókat. Tehát meg kell haladni a mesterséges jobb és baloldali felosztást a munkavállalói érdekképviseletben. Mert nem ez a fontos. Mert ez egy nemzeti ügy, mindannyian ennek a társadalomnak vagyunk a tagjai, ennek a munkavállalói társadalomnak, ezt kell közösen képviselni. Ezért szeretnénk kinyilvánítani szándékunkat valamennyi szakszervezet felé, hogy közös ügyünknek tartjuk a munkavállalói érdekképviseletet, ebben számíthatnak ránk, és ennek szellemében tartjuk már meg május 1-én a hajógyári szigeten az ország legnagyobb majálisát ahol többek között lesz szakszervezeti kerekasztal beszélgetés, ott lesz Radics Gábor, a gumipari Szakszervezeti Szövetség elnöke, és Kis László, az Esztergomi Független Gépkocsi Gyártók Szakszervezetének elnöke. Várunk oda is mindenkit szeretettel, és még egyszer mondom, üzenjük valamennyi szakszervezeti vezetőnek, magyar munkavállalónak, hogy közösen együtt dolgozzunk tovább azért a célért, hogy ez az ország végre az az ország legyen, ahol a magyar dolgozó az első.